Mindenkit érdekel, hogy egy személy, egy csapat vagy egy vállalat mitől sikeres. Fontos felismerés, hogy a sikernek van ugyan köze a teljesítményhez, de alapvetően társadalmi jelenség. Egy innováció lehet, hogy egy jó ötleten vagy egy jó terméken alapul, de ahhoz, hogy sikeres legyen, a társadalmi hálózaton el kell terjednie. Egy csapatot az tesz sikeressé, hogy milyen összetétele van, és a kapcsolat ezek között, az alkotók között milyen. Ez érvényes a jazz együttesekre, a sportcsapatokra, vagy a munkatímekre. Azt szokták mondani, hogy egy sikeres férfi mögött mindig ott áll egy nő. De akkor egy sikeres nő mögött persze ott kell állni egy férfinak. De valójában nem egy nő vagy egy férfi áll a siker mögött, hanem kapcsolatok egész hálózata. Ennek a kapcsolatrendszernek a dinamikája határozza meg a sikert. A CEU Határtalan Tudás előadássorozatának legújabb előadása ilyen kérdésekről fog szólni.